Sziasztok! Ismét itt a szerda, és a szokásos heti kocsmai bunyós videó. Hát ezen a héten megint nem kellett félteni a Blizzardot, eléggé kreatív kis kihívás elé állítalak minket, ugyanis ezen a héten a 10. körig olyan sorrendbe kapjuk a lapjainkat, amennyi a mana költsége. Tehát első körbe egy manás lap, második körbe két manás, harmadikba három manás, stb. Egészen 10. körig. 10. után pedig gondolom ugyanúgy random, mint bármikor máskor osztja nekünk a gép. Na most, én úgy gondoltam, hogy egy mage-sel megpróbálnám ezt a kihívást teljesíteni. Ugye látjátok, még egy vinem sincs, picit viszont előre dolgoztam, összeállítottam egy szerintem működőképes paklit. Hát, hogy ez mennyire lesz működőképes, ugye majd akció közben fog kiderülni. Na és akkor gyorsan fussuk át, hogy milyen lapokból áll össze ez a pakli. Ugye van benne mindenféle mana költségből legalább egy lap, biztos, ami biztos. És annyi van benne, hogy le is kell ide görgessek. Ugye egy Maligoszt is raktam bele, Frost Giantet, Ronint, Alexstrasát, Ragnarost, Kromágus, Dr. Boomot, két kötelező leszedő lap, a Flame Strike. Most amit nem raktam bele, és lehet, hogy hiányozni fog, Big Game Hunter és Polymorph. Hát ez a kettő, amit így lehet, hogy bele kellett volna gyömöszölnöm ebbe a pakliba valahogy. Viszont én abba bízok, hogy a játék elején fogom tudni kontrollálni a játékot, tehát ugye így a 4.-5. körig ezek a kártyáim várhatóak kézbe, illetve Healbottal vissza tudok gyógyulni, van két belcserem, amivel azért kicsit föl tudom fogni az ellenfél támadásait, Emperorral le tudom olcsósítani a kezembe lévő kártyákat, kedvenc legendásom Justicar Trueheart, erről már nagyon sok videóban szót ejtettem, Kodó Rider. Tehát én azt mondom, hogy ez egy egészen jó kis lap, pakli. Annyi a lényeg, hogy a lapokat ugye jól kapjuk a kezünkbe, tudjuk kihúzni a későbbi körökig, és hogyha ez sikerül, akkor szerintem hát elég nagy pusztítás lehet végezni a bordon és az ellenféllel szemben. Ugye belekerült Ronin, akit remélem, hogy nem fognak leszájlenszelni, viszont hogyha meghal, akkor ugye három Arcane Missile-t kapunk, és ugye egy Maligosszal összekombózva azért az nem olyan rossz, mert egy darab Arcane Missile 8-at fog sebezni. Ezt a ti küldtétek Warrior részben láthattatok is ellenem, pont egy ilyen kombóra épülő mage paklit, hát elég durva volt kihúzni ellene. Na jó, ennyit erről, megpróbálkozunk, és hogyha sikerül behúzni a nyerést, akkor paklit is bontunk a videó végén. Jó lenne elsőre megnyerni, de hát addig játszunk, amíg nem nyerünk. Reméljük, nem lesz belőle egy maratoni kihívás videó. És úgy látom, hogy mások is Jaina-ba látják a megoldást. Na most akkor a mana vörmöt mindenféleképpen elcserélem, mert őt várjuk az egymanás körbe. Koldar a Drake, hát őt is elcserélem. Emperort megtartjuk, mert ő jól fog nekem jönni később. Így is van, meg is érkezett a mana vörm, akit én most még nem rakok ki, mert 3 HP-val Frostbolt gyanús lenne. És a második körben én is várom a Frostboltot, igaz, hogy csak egy darab került bele a pakliba, de azért az jó, ha van. Ó, MacMage. Megkes mage. Flame Cannon. Frostboltnak jobban örültem volna, mert akkor itt ezt a MacRapert rögtön is takarítottam volna. Hát, így viszont a Clockwork Gnome-ot vagyok kénytelen elpusztítani. Nem baj, 7. körben jön a Flame Strike, ha a Flame Strike jön. Mert ugye van Ronin, Dr. Boom még mint 7 manás lap a pakliba. De hogyha ez tényleg egy ilyen mekkes pakli, akkor nagyon-nagyon hamar szükségem lesz rá. Ó, a fagyigép. Na hát, mivel nem fegyveres kasztal vagyok,
ezért hát annyira nem is zavar a fagyigép. Hát jó lenne valamelyik olcsósító megket kapná telibe ez a gyönyörűséges Flame Cannon, és a Monavör nem rakjuk ki, mert hát és persze, hogy nem. Jó. Véletlenül sem azt kapja telibe, amelyik nekem jó lenne. És Secret. Három manás. Ezt nagyon ritkán sikerül úgy megfejtenem, hogy tényleg azt takarja, amit az ellenfél kirakott, de én most egy Mirrorra tippelek. Hát jó, meglátjuk. Így is van. Hát igen, ez benne volt a pakliba szó szerint. Ugye az engem nagyon szokott frusztrálni, amikor így 3-1 a milliónok felelása, és ebből én vagyok az egy. Azt úgy nagyon nem szoktam szeretni, de hát ugye nem kívánság műsor. Meglátjuk, hogy sikerül ezt a kihívást teljesíteni. De egyelőre nem túl jók a megérzéseim. Úgyhogy lehet, hogy ebből egy pakli módosítás lesz majd. De hát még messze a vége. És úgy gondolom, hogy a belcserünknek ideje színre lépni. Amit remélem, hogy nem egy polimorfal vagy egy silencer fog megoldani. Vagy egy fireball-lal. Au. Hát elég rendesen kitömött a goblin. Úgyhogy most már tényleg nagyon-nagyon kéne nekem az a hetedik körös Flame Strike. Olyannyira, hogyha a hetedik körben megkapom a Flame Strike-ot, hogy a hetedik körben megkapom a Flame Strike-ot, azon gondolkozom, hogy a Manavermet kitegye meg a jófogónak. Nem teszem ki. Teljesen mindegy. Hogyha a hetedik körben megkapom a Flame Strike-ot, akkor még van reménysugár, de hogyha nem, akkor... Sőt, lehet, hogy már ebbe a körbe. Igen. Jó, hát reméljük, hogy sokat felfog az Antikilbot. Nagyon sokat felfogott. Jó, drukkoljunk egy Flame Strike-ért, ami még mindig nem jelent semmit, de úgy mégis. Ah, ez az. Ez az. Jó, 9. körig ki kéne húzni, és akkor Alexstrasával felszívom magam 15-re, addig már nem kéne, hogy top deckeljen egy Fireballt. Hát ez gondolkodás nélkül. Jó. 9. körbe könyörgöm, hogy Alexstrasát dob ki nekem, és addig ne öljön meg. Ez az. Ez az, srácok. Életbe vagyunk. Hú. És most annak se lennék ellenére, hogyha a Manavermet találná Ragnarosz. Hát nem. Sajnos nem. Atya Isten, mi játék volt ez, emberek? Azt a lemákolóst. Jó, oké. Földolgoztam. Túl vagyunk rajta. Jó. Megyünk és azonnal kinyitjuk ezt a pakkot. Engem már az se érdekel ezek után, hogyha csak 40 dust van benne, mert ez akkora mázdis játék volt, hogy ha még ezek után egy jó kártyát is dobna a pak, akkor szerintem kezem lábam összetehetem. Na nézzük!
Nem fogom itt most tekergetni, húzogatni, ahogy szoktam, egyszerűen csak bedobom ide, és lesz, ami lesz. És ezzel kezdjük. Ezzel folytatjuk. Akkor ezzel. Ezzel. Hát 40 lesz. Jó. Abszolút nem probléma. Én azt mondom, hogy ez a játék élmény megérte. Ettől függetlenül remélem, hogy ti jobb kártyákat fogtok nyitni ebből a brawlos pakból. Hát ez most így sikerült, viszont én nagyon remélem, hogy azért a játékról készült videó tetszeni fog, mert én tényleg azt mondom, hogy ez egy jó kis küzdelem volt. Tetszik az eheti kihívás is, szerintem fogok még vele játszani. Hát sok sikert kívánok hozzá nektek is, és tényleg bocsatok nagyon-nagyon jó kártyákat. Kommentben nyugodtan írjátok meg, hogy mi a véleményetek a pakliról, mit bontottatok ti a saját pakkotokból, és ennyi. Jó játékot kívánok mindenkinek, ha tetszett a videó, akkor légy szíves, nyomjatok rá egy lájkot, amit nagyon szépen köszönök előre is, és hamarosan jövök egy új videóval. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!